Adiszáz. A Szegedi Nemzeti Színház művészeinek megemlékezés sorozata. Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából. Mai előadó Szegezdi Róbert. A színészek természetrajza. A Debreceni Hírlap munkatársai közül nekem jutott az a szerencse, hogy tudományos kérdések fejtegetésével boldogítsam a nagyértemű közönséget. Szerénységem parancsolja megvallani, hogy én kézzel-lábbal tiltakoztam a megbízás ellen, de felvilágosítottak, hogy a tudományos kérdések fejtegetéséhez nem kell semmiféle tudomány, és egy újságírónak mindenhez kell érteni. A parancs előtt meghajoltam, s mivel már kisdiákkoromban nagy hajlandóságot éreztem a természettudományok iránt, természetrajzi tanulmányok írására szántam el magam. Legelső cikkem a színészek természetrajzáról szól. Hogy miért, arról nem nagyon tudnék számot adni, na mindegy. A színész, homo imitans, őslény. Egyik válfaja a homo sapiensnek, melyet közönséges embernek nevezünk. Benne legnagyobb mértékben feltalálhatók azok a sajátságok, melyek Darwint ismert tételének felállítására vezették. A színész mindenek felett utánoz, és ezt az utánzást nevetnivaló komolysággal csinálja, és meg van győződve arról, hogy ő annyi ember, ahányat imitál. Többnyire a színpadon tartózkodik. Ezt a faalkotmányt elnevezte világot jelentő deszkáknak, mely mondásból csak a deszkák igazak. Van más tanyája is, de ez utóbbin fai tulajdonságainak nagy részét elveszti. Ez a másik tartózkodási hely a korcsma. Sokan vendéglőnek is nevezik. A társas ösztön nincs túlságosan kifejlődve a színészekben. Ha valahol tudnélik színész van, az elvárja, hogy az egész társaság ő neki tömjénezzen. Ebből látható, hogy a színész a füstöt is szereti. Annál jobban szeret a saját fajtájával együtt lenni. Összeülnek 4-5-en, s mindegyik magát dicséri. Egymásról persze ők maguk se tartanak sokat. Természetes tehát, hogy a színész beszél is, hiszen ő is a homo sapiens egyik faja, mely a darwini kiválasztás törvénye útján jött létre. Ha azonban a színész beszél, abban nincs köszönet. Jót ugyanis csak magáról beszél, vagy arról, akitől nem fél, hogy elhomályosítja. Ha másról van szó, az egyszerűen közönségbeli. És ezt a szót olyan megvetéssel ejti ki, mintha a közönségbelinél nem volna az Úristennek aljasabb teremtménye. Némelyek azt állítják, hogy a színészek nagyon sokat adnak a közönségre. Ez azonban téves állítás. Olyan, mint egy nagy demokrata mondása, aki imádta a felséges népet általánosságban, de egyenként fúj, paraszt. A színészeknek vezetőjük is van. Nem visel kolompot, de mégis követni kell. A vezetőt állítólag még jobban gyűlöli a színész, mint a közönségbelit. A vezető, direktor actorum, rendesen zsarnok, homályos eszű, és a színészek zsírján élősködik. Ő azonban összetartja a nyájat, s a jelszava neki is ez. Hátrább, nagy közönség! Alsóbrendű homo imitanszok az úgynevezett kóristák. Semper cantatores imitantium. Nagyjában a színészekhez hasonlítanak. Legalsó faja a színészeknek a súgó. Neki van a leghálátlanabb szerepe. Ha ő megbicsakolja magát, vége van a dicsőségnek. Egyébként ő is lenézi a tisztelt publikumot, már amennyire a súgójukból lenézni lehet. Szólani kellene még a színésznőről, homo imitans feminini generis,
de ez a téma szerfelett kényes. A színésznő valóságos mimóza. Végtelenül érzékeny. Annyi bizonyos, hogy a színész hibái szuperlatívuszokban vannak meg a színésznőben. Többet nem merek írni. A színésznek legnagyobb ellensége a kritikus, homomorózus, ki gyakran támadja meg a színészt éles nyelvével, de könnyű szép szóval jámbor rá tenni, és ilyenkor a ragadozóból kezes bárány lesz. Ennyit jó tudni a színészről. Legközelebb folytatom a természetrajzot, és egy másik kiválasztott fajról, az újságíróról, Scriptor Chronicae, Aliarum Rerumque fogok egy rövid tanulmányt írni. Az újságíróról azért írok, mert egyedül az újságíró az, kit a színész annyira, amennyire számba vesz. Addig búcsút veszek a tudománytól, melynek akaratlanul is munkása lettem. Így születnek manapság a tudósok.